egy falat kenyér és egy csipetnyi szó. Bétót László műsora. Egy falat kenyér, egy csipetnyi szó, ez a műsorunk címe. Visszaemlékezés. Ezt már elmondtam az előző hetekben, és most még egyszer visszaemlékezünk a régi műsorokra. Van mire, hiszen 191 adás, hogyha az előző kettőt is beleszámítjuk, akkor ez már a 193. de hát ez visszaemlékezés. Úgyhogy maradjunk az eredeti 191-nél. Ez 4775 perc, körülbelül 80 óra és több mint 3 nap, ha egyfolytában szeretném ezt végignézni. Nos, a mai alkalommal két remek zenész és egy olyan úr lesz a vendégünk a visszaemlékezésben, aki nélkül ez a két remek zenész, bár egész biztos, hogy sokra jutottak volna, de nagyon sokat segített nekik ez az úr. Szörényi Zorán és Komjáti György. Lementéről nagyon sok mindent tudok, hiszen fonográfot végigturnéztuk együtt, én lehettem a műsorvezető, az Illés Klub ott volt az első diszkóklub a Fővárosi Művelődési Házban, ott voltak a popkarácsonyok, szóval sok-sok évet, évtizedet töltöttünk együtt. Egyet viszont nem tudtam, mégpedig azt, hogy Szörényi Levente Ausztriában az Adolf Hitler placon született. Amikor megtudtam, rögtön dobtam egy hátast. 45. április 26-án születtem, és hát akkor még így nevezték azt a, mit tudom én, teret, ahol a kórház volt. Hát, ez melyik város volt? Gmunden, Ausztria. Ez egy nagyon szép kis város, ott a Traunstein tövében van egy hatalmas tó, azonos nevű tó, és annak egy, hát nagyon régi város ez már, persze a mai állapotában már meg van újulva, meg nem tudom én, de az ő belvárosa az nagyon szép, kis polgármesteri hivatal, és szembe vele a Hotel Schwan, ahol mi emigrálás közben megszálltunk, és ott jöttem világra. Aztán megjöttek az amerikaiak, ugye úgymond felszabadították Ausztriát, és hát nem sokára utána mi hazajöttünk. Ezt annyiszor elmondtam már, hogy nem tudom, szerintem jobban járt a közönség velünk, hogy hazajöttünk, mint hogy aki maradunk. Igen, én is úgy érzem. Jobban jöttünk mi ebből ki, lényegesen. Hát, hogy aztán mibe szaladtunk bele, ezt ne folytassuk, ezt mindenki ismeri. A Rockmúzeumban vagyunk, a Radnóti Miklós Művelődési Központban népszerű nevén RAM. A Rockmúzeum rövidesen megnyílik, és a RAM-mal szemben van egy iskola, és amikor Levit felhívtam telefonon, hogy merre jársz, kell-e telefonos segítség, azt mondta, hogy itt vagyok a régi iskolámban. Hát mellette, igen. Közvetlen, persze, igen. Mellette. Ide jártatok a Szabolcsat suliba. De kicsit korábban érkeztem, és hát itt elmerengtem a régi időkön. Hát pontosan innen is látszik a Fiúk bejárata című felirat, ahova 56 előtt jártunk a Szabolcsal. Hát ezt így nem lehet most érzékeltetni, ezt úgy kell elképzelni, hogy ez a régi szép, hatalmas, nagy, gigantikus épület, ez egymagában állt itten egy hatalmas puszta közepén, és mi a Visegrádi utca 53-ból irdatlan nagy grundokon átvágva jöttünk ide az iskolába. Ez igazán akkor volt egy kicsit félelmetes, amikor ugye az angyalföldi csibészek között kellett este hazamenni sötétben, már télen, akik itten parítjáztak, meg mit tudom én, mindenfélét csináltak, és hát mi ilyen polgári jó fiúk voltunk, mi egy kicsit féltünk ezektől a gyerekektől, úgyhogy hát ezt nézegettem itt, ez egy különleges hely ilyen szempontból. Könnyű vagy nehéz gyerekkorod volt? Felnőtt fejjel, hogy ítéled meg az akkori éleket? Meg megszépült sok minden? A gyerekkor, ha megfelelő családi háttér van, az mindig szép. A gyerek az keveset érzékel, bár emlékszik, már egy idő után emlékszik dolgokra, de keveset érzékel azokból a nehézségekből, ami aktuálisan a szülőket érinti. Hát mindenünk meg volt gyakorlatilag, és hát... Uh-huh. Tehát mindenünk meg volt. Hát ami ahhoz a... Ami abban az világban mindennek számított, ami kellett, az megvolt. Igen. Iskolába jártunk, ruhánk volt, ételt kaptunk, kell lenni több. Jó, nem voltunk túl jó gyerekek, de végül is
Hát, melyik fiú gyerek? És egyetem meg mondja gyereket, aki jó. Az hát a baj, az orvoshoz kell vinni. Persze, hát egymást haját téptük, megállás nélkül a Szabolcsról is egyébként. Polgári foglalkozást szerettek volna a szüleid, vagy te döntöttél, hogy a zene felé veszed az irányt, és ha igen, akkor mi volt az a pont, amikor azt mondtad, hogy én akkor a zenében, és semmi másban? Hát természetesen elhangzott ez a mondat, hogy gyerekek, nem kéne valami rendes foglalkozás után nézni, tehát amikor már elkezdtük tépni a gitárt, húrjait. Igazság szerint ez ilyen divatként jött be, de ez nem feltétlenül döntötte el a dolgokat, hiszen mi hegedülni tanultunk a keresztanyámtól, aki az operaház első hegedűse volt akkor. És hát amikor ugye 56 őszén elkerültünk Szobra, az ottani fővárosi fiótomba, azt követően Vácra, a kollégiumba, azt követően én nem jártam végig, mert a harmadik, negyediket már itt járom Újpesten, mert én akkor már ilyen hallatszottak ilyen hangok, hogy itt Pesten micsoda élet indul a fiatalok berkeiben, és akkor mi már gitároztunk. Akkor már a gitár triónk volt, Vácott is, és hát ez a két év, ez egy nagyon furcsa dolog volt számomra, mert ez alatt a két év alatt Válokin Budapest szerte ismerté a különböző klubokban, a Bergendi Pistától kezdve a Zsoldos Imréig, aki a rádióba hívott, hogy a tánczenekarban. Kiváló trombitás volt, egykori Stúdió 11. A tánczenekarban, de hát egy villamoson találkoztunk, azt hiszem a Váci úton, vagy a Lehel úton, már nem tudom, és akkor fölveti azt, hogy gyere hozzánk közé. Hát mondom, ott van a Berki Géza, igen, nektek, hát minek, van gitárosotok. De hát ő nem tudja ezt a bittes zenét, így két évvel mondták. Hogy nem tudja ezt a bittes stílus, de hát mondom, hogy oda meg egy erősítővel szétverem az egész zenekart. Aztán ebből nem lett semmi, de mondom, pillanatok alatt ismerté váltam, és amikor leérettségiztem, akkor azt követő őszön én itt a közeli Visegrádi utcában egy vállalatnak hordtam az ebédet. Marha egy perspektíva. És, de eközben egyre ismertebbé váltam, és tényleg egymásnak adtak. És akkor a Balassa Tamás. Balassa Tamással valahogy kapcsolatba kerültem, én nem tudom, és akkor menjek hozzá játszani. És akkor ott játszott, fiatal zenészekkel vette magát körbe, ez már nem az a zenekar volt, amelyikben az Olá szaxofonos ezt a twistet írta. Igen, igen, amit a telefonban lehetett neked, neked is 60 fillérje hallgathatál twistet. Igen, tehát ez már nem az a zene, fel megújította a zenekart, és hát ilyen nevek, mint Pécsről a Mátrai Tomi tenor szaxofonos, a Szilárdi Béla bőgős, illetve baszgitáros, a Jinda Gyuri, a Sam, a dobos, balkezes dobos, ezeknek a társaságába kerültem be, és létrejött a Balassa zenekar, amivel egy évig működtünk, és valójában én ott akkor eldöntöttem, hogy ezáltal is egyfajta professzionális síkra lépek, útra lépek. Nem feltétlenül akartam zenész lenni, de úgy gondoltam, ha már igen, így jól alakul, döntöttél egyébként. Akkor azonnal ne az amatőrséggel kezdjem, hanem mindjárt a profi pályával kezdjem. És ez így is volt, két turnénk volt, egy Lengyelországban, egy Szovjetunióban, és ez alatt nagyon megtanulta az ember azonnal szinte azt, amit majd jóval később az Illéssel, majd a fonográffal átélek. De mire a Lajos megszólít engem egy évvel később, hogy már akkor jártam ez alatt a Bercsényibe így beugrani, és akkor megszólít egy évvel később, ugyanaz történt, mint a Balassával. Szétoszlott az a zenekar, ez a kollégiumi egyetemi zenekar, szétoszlott a Lajos, hogy ő profi útra akar térni, és nem tudom, ez ismerős ez a történet nagyjából mindenki előtt. Akkor én mondtam, hogy hát jó, én eljövök a Balassától szívesen, de mondom, a magam részéről Szabolccsal együtt megyek, hogyha ha ez így rendben van, akkor,
akkor rendben van. Addig különböző zenekarokban ilyen játszottunk a Szabolcs-Siófokon valami malaszbandában, nem, hát idézőjelben mondom, idézőjelben, tehát nem egy bandában. Zenekar volt, ez egy szervezett zenekar, hanem jó zenészekből, ilyen Hackney zenekar. Vendéglátó és pénz. Vendéglátó és pénz. Na, és akkor így, hát röviden dióhéjban így tudtam. A következő vendégem a visszaemlékezésben Zorán, aki testvérével együtt Dusán a műszaki egyetemet végzett, de aztán később zenére váltottak. Ezt jól tették, de akkor még ezt nem lehetett tudni. Ezt egyáltalán nem lehetett tudni, és a szüleink sem voltak annyira azért lelkesek ezért a döntésünkért. Hogy hát úgy tudom, apukád ezt támogatta, ezt a dolgot. Hát támogatta annyiban, hogy azt mondta, hogy jó, hát akkor csináljátok azt, amihez kedvetek van. Tehát mondjuk ez inkább egy beleegyezés volt, mint támogatás. Na jó, szóval az egész onnan indul, hogy már gimnazista koromban elkezdtem zenélni, már az egyetemre is úgy mentem, hogy már zenéltem, de egyre komolyabbá vált a dolog, és annak ellenére, hogy nem voltak bukásaim, mégis 2,5 év után eljutottam odáig, hogy annyi utóvizsgát szedtem össze, ami azt jelenti, hogy amikor lett volna az igazi vizsga, akkor nem tudtam elmenni, pont valamilyen koncertezés miatt vidéken voltunk, és nem is jöttünk haza az előtte lévő este, mondjuk egy ilyen szituáció. És akkor ez úgy tolódott, és hát a végén láttam, hogy ez, vagy az helyzet jött létre, és hát annyira elindult akkor ez az egész beat korszaknak nevezett valami, hogy olyan nagyon egyértelmű volt nekem, hogy én inkább a zenét fogom választani. Hozzáteszem rögtön azt, hogy azóta is nagyon jó kapcsolatban vagyok az elektronikával, tehát amit elvégeztem volna a villamosmérnöki karnak, méghozzá gyenge áramú szakát, tehát pont ez a számítástechnika környezet lett volna az én végső foglalkozásom. Azt a mai napig is nagyon aktívan űzöm, mert az egész életemben, tehát a zenei világban nyakig ülünk az elektronikában. Persze, az első pillanattól kezdve. Ezzel együtt nem értem, hogy a Magnoidot miért hozzám hoztad a Rádai utca 16-ba Gelkában annak idején. Na jó, mert nem volt mindenhez alkatrészem azért. Ez igaz. Akkor én a Gelkában dolgoztam, mint a rádió és televízió műszerés, és a mi barátságunk, kezdeti kapcsolatunk az pontosan erre az időszakra nyúlik vissza, meg persze arra, hogy én a három nagyban, ugye Illés, Omega Metro, én a Metro klubba jártam, méghozzá a Kárpáti Javas réjén szembe. Hogy mitől Illés, azt tudjuk, de mitől lett a Metro Metro? A Metro attól lett Metro, hogy mi zenit együttesként szerződtünk a klubhoz. Pontosabban az akkori igazgatónő megkeresett bennünket, és hát egyszerűen a számunkra fantasztikus jövőt jelentő, mert akkor még semmilyen fix helyünk nem volt, ajánlotta föl a Metro klubot, ami minden hétvégén működött, tehát szombat, vasárnap, és hát egy idő után a közönség nem úgy beszélt rólunk, hogy a zenit együttes, hanem az a csapat, amelyik a Metro klubban játszik, és akkor mai értelemben véve jó PR érzékkel felvettük a Metro nevet, mert ha már ránk aggatták, annál biztosabb név nincsen. Tehát megyek a zenitre, a Metróba, ez olyan hülye hangzott valóban, szóval igen, megyek a Metróhoz, igen. A Metróba. Egy fokkal jobb. Az elektronika és annak a szeretete és ismerete azért a hangzásban érezhető volt. Ugye azt hiszem az első visszhangotok nektek volt annak idején. Úgy ekkora tátott szájjal bámultam az első sorból, hogy ezt hogy lehet megcsinálni. Az első jó visszhangunk nekünk volt. Bizony. De az első visszhangosítónk is nekünk, igen, volt. Azt egy, hát csak hogy értsék a kedves nézők, hogy akkoriban például a Shadows együttes nagyon-nagyon népszerű volt, nagyon sok számot játszottunk tőlük, és a Hank Mervinnek a gitárja, az ő szóló gitárusoknak a gitár hangja az valami fantasztikus, hát nehezen megfejthető. Hát utánozhatatlan volt gyakorlatilag. Technikailag tényleg utánozhatatlan volt, de mégis megpróbáltuk, többek között ezért is, hogy ezt a nagyon hosszan szóló, ilyen visszaverődő hangot mi is megoldjuk valahogy, hogy ezt tudjon nálunk is így szólni a klubban. És akkor Dusán beásta magát, aki szintén ugye műszaki egyetem, beásta magát a műszaki egyetem könyvtárába, akkor még nem lehetett az internetről lenézni jó kis kapcsolási rajzokat, és ott talált egy ilyen
cuccnak megtalálta a kapcsolási rajzát. Hát a lényeg az volt, hogy ugyanaz volt, mint egy magnó, csak több lejátszó fej volt rajta. Tehát egy törlő, egy felvevő és igen, sok lejátszó. Egyet, amit rájátszott jelt, azt az utána következő fejek is letetve játszották le, és azt vissza is lehetett csatolni, és így aztán egy ilyen hosszantartó visszhang tudott keletkezni. Egyetlen egy szalag szaladgáltott ja, igen, körben, és nagyon fontos volt végtelenet szalag volt, amit rendszeresen cserélni kellett, mert elmaszatolódott gyakorlatilag. Az első dalok, amelyek megszólaltak a metróban is, azok az akkori világslágerek voltak. Emlékszem a Shadows-ra, emlékszem Manfredmanre, a Duva Didire, amiből egyébként lemez is lett. Hát valóban az első tőlünk megjelent lemez az nem saját szerzeményeket tartalmazott, hanem feldolgozásokat, átdolgozásokat. Többek között köszönhetően ez Deák Tamásnak, aki egy nagyon jó nevű trombitás és zeneszerző és hangszerelő volt abban az időben, és volt annyi hát mondjuk kurázsi benne, meg kísérletező kedv, meg bátorság, hogy egy akkor még teljesen ismeretlen csapatot gyakorlatilag, hát mert csak klub szinten voltunk ismertek, azt nem szabad elfelejteni, hogy csak a Ki mit tud hozta meg azt a fajta mondjuk országos ismertséget, meg aztán később a fesztiválok. De hát addig ugye ez egy olyan merész dolog volt, és akkor átdolgoztuk néhány általad is mondott többek között külföldi dalt, és hogy kifizetett utána a jogdíjat, azt nem tudom. Ismerve a helyzetet, az akkor itt pláne nem valószínű, hogy túl sokan kapkodtak volna a pénztárcájuk után. A berlini fal megvédett bennünket attól, hogy jogdíjat fizessen. Elég sokáig. Az egy olyan korszak volt, és aki akkor él, tudja, hogy három fontos elem volt a tűrni, tiltani és támogatni. Hát a beat zene azokban az években mindenképpen a tiltani kategóriába tartozott egy darabig, aztán utána lépett egyet előre, és a tűrt kategóriába került. De amikor kezdtétek, akkor az még nagyon is a tiltaniba tartozott. Hogyan tudtatok szót érteni a hatóságokkal? Szóval mi volt az, amit úgy megkértek, mi az, amit úgy nem kértek, mi az, amit csinálhattatok, mi az, amit nem csinálhattatok. Szóval voltak olyan játékszabályok, amit, hogy legyen a Metróklub, megszólalhasson a Duva Didi és társai, azt be kellett tartani. Hát egyrészt kezdődött ott, hogy az együtteshez elég korán csatlakozott Dusán, az én testvérem, aki 3 évvel fiatalabb nálam, és akkor még annyira taknyosak voltunk mindannyian, hogy ő még a fiatalkorúak kategóriájába esett, ezért, hogyha a rendőrségi ellenőrzés volt a klubban, és mit tudom, 10 óra után nem tartózkodhatott volna ott, akkor olyankor mindig el kellett bújtatni valahová, mert kaptuk a drótot fönt a bejáratról, vagy éppen jönnek lefelé a mi fakabátnak neveztük akkoriban őket. És akkor például ez is egy játék volt, de hát nem volt ez azért annyira komoly, a hosszú hajunkkal voltak problémáink, de hát akkoriban volt egy idő után Kádár János megszólalt, még arra is emlékszem, hogy a Cseppeli beszéd, ez nekünk akkor nagyon fontos volt, azt mondta, valahogy kitért a hosszú haj kérdésére, és azt bírta mondani, hogy annyira azért nem az a fontos, hogy milyen hosszú a haj, hanem inkább az, hogy mi van a fejben, most azt mi azt a cikket kivágtuk, azt hiszem a Népszabadságban jelent meg, vagy mindenhol, de minden esetre ezt kivágtuk, és betettük a személyazonossági igazolványunkba, és amikor igazoltatott a rendőr éppenséggel azért, mert hogy hosszú haj, akkor azt mindig úgy kibomlott a cikk a személyazonossági igazolvány megnézése közben, és akkor láttuk, hogy nyeltek egy jó nagyot, és hát ebbe már minden esetre nem tudtak belekötni egy idő után, de hát aztán a dalok közül volt egy jó pár, amit az később, aztán amikor már nem is volt annyira már talán tiltott, de mégis a Sanzon Bizottság nagyon működött, és mindenféle szövegkontrollok voltak, tehát olyan szövegek nehezen mentek át, amelyek valamilyen módon akár a sorok között is piszkáltak az akkori rendszert. Szörényi és Zorán után Komjáti György. Levente is, Zorán is, Kossuth díjas, ha rajtam múlna, én Gyurinak is adnék egy Kossuth díjat, azt hiszem megérdemli, nagyon sokat tett ezért a műfajért, az indulásától
egészen addig, amíg nyugdíjba nem vonult. Komjáti Györgynek köszönhetem azt, hogy én rádiós lehettem. Megfogadtam mindent, amit ő mondott, és bizony, amikor először mentem a kettes stúdióba, úgy éreztem, hogy nekem itt a helyem. De ha nincs Gyuri, akkor nagy valószínűséggel talán rádiós sem lehettem volna. Hányszor mondtam neked, hogy ne túlozzál? Emlékszel, amikor oda kerültél a stúdióba, és mondtam, Laci, egy kicsit fogd vissza magad. Úgyhogy amit most elmondtál, egy picit túlzás, de mondjuk azért a fele nem túlzás, tudod, miért nem túlzás? Mert amiket te elmondtál, azt úgy mondtad el, hogy ha akarom, megfogadom, ha akarom, nem fogadom. De az információkat átadtad, én meg akartam fogadni. Maradjunk abban. Ennyi az egész. Én iparkodtam. Így van. Mint ahogy iparkodta annak idején, amikor a Bartók Béla zenei főiskolát végezted el, ugye organista és zeneszerző szakon. Ez mikor is? Az 59-ben volt ennek a vége? Hát 52, a vége az 58-ban. 52-58? Igen, 52-58, hiszen 58-ban kerültem a rádióhoz, és akkor a kettőt már nem vállaltam. De hát az életem három nagy korszaka van. Hát ugye én 33-ban születtem, nem egy szép év, de én azért becsülöm ezt meg, mert láttam a régi Budapestet. És én egy olyan Budapest rajongó vagyok, hogy azt a régi, tehát Budapest a Duna gyöngye, van egy ilyen könyv. Igen. Láttam a régi, gyönyörű Erzsébet hidat, sétáltam az édesapámmal a Dunakorzón, és hát a közlekedés teljesen elragadott, az a pompás világ, az a rengeteg villamos, 50 fajta motorkocsi. Aztán sajnos csúnya idők jöttek, hagyjuk is ki a 44-et, de jött 48-tól 56-ig. Ugye a Vörösmarty gimnázium, énektanárom Kereszti Jenő, ő volt az, aki az orgonához engem tulajdonképpen oda vonzott. Amikor ilyen diákmisén részt vettem, és a Kereszti Jenő leült az orgonához, hát csak úgy ömlött belőle a harmónia. És akkor azt mondtam, hogy Istenem, ez a hangszer, hát ez a hangszerek királynője, eltaláltam. Én is orgonista leszek, de nem volt bennem meg az a plusz, ami egy művészethez kell. Én éreztem a zenét, de ha én játszottam, az én érzésemet nem tudtam átadni a másik embernek. És ezt észrevettem, és szerencsés pillanatban jött az, hogy lehetőség nyílt a rádióba, mert Sebestyén János, már akkor régi kollega, illetve hát főiskolai tanár volt, tanársegéd, és órákat tartott nekünk, és egyszer csak odajött hozzám, vállamra ütött, Gyuri, keresnek a rádióba egy belsős munkatársat, de akkor 8-tól 5-ig kell dolgozni. Vállalod? Hát, ha kívánnak. Így kerültem a rádióhoz. Rettenetesen kevesen tudják elismerni azt, hogy valamit ugyan tudnak, de azt nem tudják átadni. És nagyjából emiatt fals jó néhány szakma ebben az országban, mert mindenki úgy erőlködik. Nem hiszi, és ha mondják neki, akkor megsértődik, hogy öreg, rád nem figyelnek oda az emberek, hagyjál mindent abba. Nem. Mindenki rádiós, színész, humorista, és mit tudom én mi akar lenni, mert ő azt hiszi, hogy hallott két jó viccet, vagy ismer 8 zeneszámot, akkor ő ebben a szakmában egész biztos, hogy megfelel. Hát én ezt felismertem. És pontosan azt a pluszt, amitől az emberek odafigyelnek, mint egy Sas József, hát ott van, és abban a másodpercben megszól, akkor már ott van a szemed, mert tudod, hogy arra oda kell figyelni. És hát itt a rádiós szakmában is, a színészvilágban is jó néhány olyan hely van, ahol ezt el lehet mondani. Viszont rád nagyon odafigyeltek a rádióban. Találta magadnak egy olyat, amire odafigyel egy ország. És ez volt a rádiózás. Komoly zene, vagy könnyű zene? Ez volt a nagy kérdés, bár nem szeretem sem a komoly, sem a könnyű zene szót, igen, én csak a zene szót szeretem. Ezt is ismerem, igen. Vagy jó, van, jó vagy zene, rossz. De hát neked döntened kellett frissen ugye az orgona tudománnyal és sok egyébben. Igen, lényegében egész életemben a komoly zene volt a lelkemben, és tulajdonképpen egy szerencse, egy véletlen folytán kerültem a könnyű zenéhez, beteg lett valaki, ugyanis volt egy kettes magnó nevezetű pici helységem, öt magnóval, lemezjátszókkal, és a külföldről érkezett szallagokat rájátszottam a Magyar Rádió szallagjával, illetve a magyar koncerteket küldtem ki külföldre. Na most itt ugye a műsorcsere rovatban volt, akiről szeretnék megemlékezni, egy kollégám, Meixner Mihály,
hát akivel még főiskolás, illetve Bartók. Igen, a szakiskolába együtt jártunk a koncertek próbájára, a Zeneakadémiára, ott voltunk Hermann Scherchen próbáján, ki is dobott bennünket, de nem baj, fölmásztuk az orgonához, és onnan hallgattuk, mert azt muszáj volt nézni. Ott voltam a 1956-ban, tulajdonképpen éjjel-nappal, a Liszt Fesztiválon. Na, a rádióban engem a komoly zenéhez vettek föl. A Sebestyén Jánosnak egy koncertjét, hát zenei rendezőként vettem részt, Haydn C-dur orgona versenyét rendeztem. És egy véletlen folytán, illetve most már tudom, már nem élnek, akik ezt nekem elárulták, a minisztériumból jött egy kérés, hogy próbálja meg a rádió odafigyelni a külföldi zenei műsorokra. Próbálnak egy ilyet csinálni. Hát, mint a könnyű zenei műsorokra. A könnyű zenei műsorokra. Nincs abban semmi baj, próbálják meg. És engem választottak ki arra, hogy tulajdonképpen szerezzem be a rádiónak a lemezeket, és készítsek egy olyan műsort, mint az Autofahrer Unterwegs, mint az Ő Dráj, vagy a Rádió Monte Carlo, és hát mondjuk a többi nagyon ismert. Luxemburg. Luxemburg elsősorban. És azért tegyük hozzá, hogy egy kicsikét ez csekellenes projekt is volt akkor annak idején a csekepótló, vagy hogy ne a Szabad Európát hallgassa a magyar gyerek, hanem hallgassa a Komjátit és hallgassa a magyar zenét. Én erről nem tudtam, mert ha tudom, hogy egy ilyen versenyt akarnak, akkor elszalad, akkor én úgy megijedek. Hát nem mondták meg neked. Nem, azt mondták, hát én csak utólag tudtam meg. Megcsináltad, és ugye így indultak el a tánczenei koktélok, és aztán később az önálló saját műsorok. Föl kellett írnom, mert fejből én sem meg hánynak csináltam a szignáját. 6 darab volt, vasárnapi koktél, Beat kedvelői, csak fiataloknak, az nekem nagyon fontos műsor volt. Töltsön egy órát kedvenceivel, aztán később ugye Popregiszter. Igen. Elmondtam mindent? Hát hogyne. Pillantás az európai diszkokban nagyon sok volt. Volt egy a Popregiszterben minden nap volt egy műsor. Volt olyan hónap, hogy 800 perc műsorom volt. Ez rengeteg lemez kellett. Fővárosi Művelődési Ház, Keresztes Tibi, Cintula közismert nevét. Ontották a lemezeket Simó Bandia. Sugár András akkor MT-ig tudósító volt külföldön, ő a Billboard lemezeket küldte nekem Londonból. Hát szóval nagyon vigyáztak rám. Tulajdonképpen én nem is a tűrt kategóriában, hanem majdnem azt mondtam, hogy a támogatottban voltam. Úgyhogy nagyon vigyáztak, hogy ez a műsor megmaradjon. Nem is tudták kilőni a programból. 34 évig tudtam csinálni a vasárnapi koktélt. 3 héten keresztül visszaemlékeztünk. Azt hiszem, hogy volt mire, nem mondom újra a számokat, de egész magasak, akárhonnan nézzük a dolgokat. A jövő héttől kezdve már újjal folytatjuk, de csak azért, hogy gyarapítsuk tovább azokat a számokat, amelyeket magunkénak mondhatunk az elmúlt évek, jó néhány év és jó néhány adás alatt. Szóval egy falatkenyére csipetnyi szó a jövő héten is új vendégekkel. A viszontlátásra!